Mint látni, a tárgyat már begyújtottam, úgyhogy már csak forgatni kell. A felszálló meleg levegő helyére hideg oxigénus levegő áramlik be. A forgatás forgásba hozza a levegőt, így ezért csavarodik be alá. Üdvözlök mindenkit, a nevem Keresztyén Olivier, a Váci Koronkai György, Műszaki Középiskola és Gimnáziumból. A következő kísérletünkben elefánt fogkrémet fogunk előállítani, káliumjodid, egy kis szappan, hidrogénperoxid és ételfesték segítségével. Tehát akkor legelőször 25 köbcenti hidrogénperoxidot öntünk bele a nagy kémcsőbe. Majd pontosan felelni szappant adunk hozzá. Tehát a szappanra a habosodás miatt van igazából szükség. Bele is öntöm most. Mint látjuk, rögtön megkezdett rétegződni is, tehát a hidrogénperoxidnak sokkal nagyobb sűrűsége, mint a szappannak. Akkor most ezek után az egészet megfestjük kis zöld ételfestékkel. Tehát most pedig hozzáadjuk a káliumjodidot az egész oldathoz. Minek után egy lassú, vagy igen gyors reakció után hirtelen nagyon nagy hab rétegződik az egész kémcső körül. És mint látható, gőzszel föl, mivel hogy az egész reakció során felszabaduló energia hőformájában szokik ki. Udvarhelyi Benjamin vagyok, és egy összpolitikusból fogjuk kivonni a rezet salitromsavval. A kísérlethez csak már salitromsavra és univerzális indikátorra van szükségünk. Az ötös köri nagy körben elhelyezni, ezzel csak azt fogjuk vizsgálni, hogy valóban keletkezik a rézoldása közben sav. Az 5 forintosra nem kell sok, 3-4 csepp salitromsav kell, és rögtön meg fog kezdődni a réznek az oldása. Lehet látni, hogy bezöldült rögtön a 5 forintos, kiválik a réz, majd a univerzális indikátor jelez, és vörössé válik. A kísérlet végén az 5 forintos már nem is zöld, nem kék. Az üveglapon gyönyörűen látszódik, hogy a réz kirakódott, és a gáz következményben hőszabadul föl, szóval ez egy excitán folyamat. Köszönjük a figyelmet a 10.